Rangadót játszott a bajnokság záró fordulójában a Kölcsey DS-e, amely 35-33-as veresége szenvedett Hajdúböszörményben. A Hadovás István által irányított együttes végül az 5. helyen zárta a szezont, 12 győzelemmel és 6 vereséggel. A szakember elégedett csapata teljesítményével, mivel elmondása szerint erős volt az északkeleti csoport mezőnye, ráadásul a bajnokságnak szinte nem volt olyan szakasza, amikor mindenki a rendelkezésére állt volna. Soha ennyi nehézséggel nem küzdöttünk, még itt a sérülésekre, betegségekre gondolok. Márkus Gizinek csak egy példa, kétszer volt gipszelve a keze, Kelemen Grétának a válla kiugrált állandóan, Rabina Inez 5 hetet kihagyott, meghatározó emberén Tilki Andit műtötték, Gyimesi Lolának keresztalak szakadása volt, mint ahogy Katona Krisztinek is, és még sorolhatnám, úgyhogy figyelembe véve minden körülményt és az, hogy borzasztóan erős a mezény, 4 ponton belül vagyunk az első helyezett csapathoz képest is, tehát az éremért, a legjobb helyezésekért végig harcban álltunk. Ennek függvényében azt gondolom, hogy a 27. idényünkben maradéktalanul elégedett vagyok. Az első 3 helyezett csapat egyaránt 28 pontot gyűjtött, a Kölcsey pedig 24 ponttal zárt. Az ifjúsági csapat sorozatban 10. alkalommal végzett dobogós helyen. Az előbb említett problémák, ha nem következnek be, akkor biztos vagyok benne, hogy simán érmet szerzünk, vagy még a legfényesebbet is esetleg. Sokáig vezettük is a tabellát, viszont azt hiszem, hogy nálunk erősebb csapatok sem bírnak el ennyi sérülést, úgyhogy mindössze ez kellett volna. Remélem, hogy elkerül bennünket egyszer is mindenkor ez a sérülés hullám, mert egyébként nagyon egységes volt a csapatom, és aminek nagyon örülök az eredmények mellett, hogy nagyon sokat fejlődtünk taktikailag. És hát ha hozzáteszem, hogy ifi játékosaink közül néhányan, ugye Rabina Inezről elég, ha elmondom, hogy 9,5 gólos átlaga van a felnőtt mezőnyben, második helyen végzett 16 évesen a góllövő listán, az ifi mezőnyben 15,5 gólos átlaga van. Az utolsó meccsen példaként Debrecen ellen tegnap 24 gólt lőtt ifi mérkőzésen. Szenzációsan fejlődött, és hát mellette nagyon elégedett voltam a fiatalok közül Torkos Hannával, Tóth Grétával, Katona Beával, akik már a felnőtt csapatban is nagyon-nagyon szépen bizonyítottak. A Kölcsey és lányok még egy ideig edzésben maradnak, aztán következik a nyári pihenő. Az edző elmondása szerint ezúttal nem várható nagy játékos mozgás, így ha sérültek felépülnek, a jelenlegi keret kezdi majd el a felkészülést.